Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves vendégeink, jó estét kívánok! Nagyon sok szeretettel és tisztelettel köszöntöm mindannyiukat a Magyar Művészeti Akadémia irodalmi tagozatának 2022. évi tavaszi irodalmi gáláján. De mindenek előtt engedjék meg, hogy nagy tisztelettel és szeretettel köszöntsem az est valamennyi közreműködőjét, a jelenlévő írókat, költőket, színművészeket és a zenészeket is természetesen. Én Bényi Ildikó vagyok, műsorvezetőtársam Endrédi Gábor. Jó estét kívánok! Korábbi gálaestjeinkhez hasonlóan ma is vers és próza színpadi összeállításokat, irodalmi beszélgetéseket és gyönyörű zeneszámokat hallhat kedves közönségünk. Műsorunkat, kerek jubileumukat idén ünneplő kortárs magyar alkotók műveiből állítottuk össze. Köztük találhatók a Magyar Művészeti Akadémia egykori és mai tagjai, valamint más neves jubilálók, akiknek az élet művére érdemes újból és újból felhívni az irodalom szerető közönség megtisztelő figyelmét. Az irodalmi tagozat 2015. novemberében a hagyományteremtés szándékával indította el irodalmi gálaest sorozatát. Ez a műsorfolyam immár 7. éve van tehát jelen a budapesti művészeti élet jeles eseményei között, és örömmel jelenthetjük, mondhatjuk, hogy már rendszeres közönsége is van, akik még a nehezebb, járvánnyal telibb időszak alatt is eljöttek meghallgatni a műsorokat. Ennek köszönhető, hogy a pandémia ellenére is sikerült megőriznünk ezt az évi kétszeri ünnepi bemutatkozási lehetőséget, amelynek hangulatát mindig nagy mértékben emeli a kiváló előadóművészek közreműködése és lelkes közönségünk szeretete. Gálaestünk megnyitására dr. Rihli Gábor urat kértük fel, akit 2021. szeptemberében választott meg főtitkárnak a Magyar Művészeti Akadémia közgyűlése, és aki decemberben kezdte meg munkáját ebben a fontos pozícióban. Nagy örömünkre szolgál, és ezúttal is köszönjük szépen, hogy főtitkár úr felkérésünkre igent mondott, úgyhogy nagy szeretettel várjuk ide a színpadra, hogy elmondhassa köszöntőjét. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves akadémikusok, kedves vendégeink! A Magyar Művészeti Akadémia főtitkáraként nagy öröm a számomra, hogy akadémiánknak és az irodalmi tagozatunknak egy immár több éves hagyománnyal rendelkező ünnepi eseményén, a tavaszi irodalmi gálán köszönthetem Önöket. Ezek az irodalmi estek a közelmúlt és a jelen magyar irodalmának legjavából válogatnak, egyaránt felvillantva akadémikusaink és köztestületi tagjaink műveit, a ma is köztünk élő alkotók és a nem is oly rég még köztünk volt szellemi, irodalmi nagyságok gondolatait. Engedjék meg, hogy rövid köszöntőmben az irodalmi gálasorozat megálmodójának és primus motorjának, Mezei Katalin akadémikus asszonynak a gondolataiból is szemezgessek. Hallatlanul gazdag és sokszínű irodalmunk felhalmozott értékei nem heverhetnek használatlanul. Számon kell tartanunk, hogy az előttünk járt nemzedékek és saját korunk nagy intellektusai milyen tudományos és művészeti értékeket hagytak ránk. Mi mindent ajándékoznak nekünk. Ismernünk és használnunk kell mindezt a kincset. Így ismerjük meg azt a kulturális és történelmi közösséget, melyhez felmenőinken keresztül is ezer szállal kapcsolódunk. Sorsfordító időket élünk, miközben egyénként és nemzeti közösségként is átéljük a folyamatos, egyre újabb kihívásokat, fontos megismernünk más korok és generációk nehéz sorshelyzetekre adott válaszait. Irodalmunk rendkívül gazdag nagy költőkben, prózaírókban. Ha csak az idei esztendőt nézzük, olyan különleges tehetséggel megáldott írók és költők kerek születési évfordulóját ünnepeljük, mint a 135 éve született Kassák Lajos, a 125 éve született Hamvas Béla, Veres Péter, Tamási Áron, a 100 éve született Nemes Nagy Ágnes, Pilinszky János. Vagy éppen Sütő András, aki idén lenne 95 éves, és Lászlófi Aladár, akinek 85. jubileumát ünnepeljük. Hasonlóképpen a köztünk élő jelentős írók, költők, a Magyar Művészeti Akadémia akadémikusainak évről évre gyarapodó életművére is szeretnénk felhívni a figyelmet. Fekete J. József, Füzesi Magda, Kodolányi Gyula,
Lövétei Lázár László, Nagy Gábor, olyan alkotók mai államhatárainkon innen és túl, akiknek a nevét érdemes megismernie, illetve megjegyeznie, számon tartania a mind szélesebb olvasóközönségnek. Mezei Katalin szavait idézve, ahány élet, ahány szív és toll, annyi gyönyörű megfejtést kapunk arra a nagy, közös rejtvényre, amit életnek nevezünk. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Ezúton is köszönöm mindazoknak a munkáját, szívből jövő lelkesedését, akik előkészítették, megszervezték, és mai szereplésükkel lehetővé teszik a Magyar Művészeti Akadémia irodalmi tagozatának gálaestjét. Mindannyiunknak tartalmas estét, sok szép élményt, emlékezetes pillanatot kívánok. Köszönöm, hogy eljöttek együtt ünnepelni, együtt töltekezni, érezzék jól magukat. Nagyon szépen köszönjük dr. Rihli Gábor emlékezetes szavait. Műsorunk első vers összeállítása az idén 80. születésnapját ünneplő Kodolányi Gyula, Kossuth és Prima Primissima díjas költő, esszéista, műfordító, egyetemi tanár, Magyar Szemle című folyóirat alapítója és a Hungarian Review alapítója, a Magyar Művészeti Akadémia rendes tagja írásaiból készült. A sokoldalú lirikus a hazai amerikanisztika kiemelkedő alakja is, akinek műfordítói és irodalomtörténészi munkásságának köszönhetően váltak a kortárs észak-amerikai költészet nagy életművei elérhetővé magyar nyelven is. Kodolányi Gyula verseit Hűvösföldi Ildikó, Kossuth díjas színművész, Újhelyi Kinga, Jászai Mari díjas színművész, az MMA ösztöndíjasa, Óber Frank Pál, Jászai Mari díjas érdemes művész, a Magyar Művészeti Akadémia rendes tagja, és Lux Ádám, Jászai Mari díjas érdemes művész előadásában hallhatjuk. Mire jó a vers? A vers fényűzés, ezért nélkülözhetetlen. A vers szünet a mindennapi életben, amelytől megújulunk. A vers csendre szoktat, és hallgatásra. A vers tanít befelé figyelni. A vers rányítja szemünket a másikra és a világra. A vers ritmusra és dinamikára tanít, és megérteti velünk a tudat hullámzásait. A vers fejleszti érzékünket a struktúrák iránt. A vers és a magyar nyelv arra tanít, hogy a lélekben minden mindenhez kapcsolódik. A vers megérteti velünk érzelmeinket. A vers neveli ízlésünket és ítélő képességünket, vagyis tanít különbséget tenni a majdnem és a valódi között. A vers nem hoz hasznot, ez a legfőbb haszna, és ettől rokon az istenivel. Régi költő üzen a széllel. Lásd, az, akit nem ismerek, a szél bejön szobámba, és hozzám beszél. Tufu. 50-en túl, nyári éjjel, neszre riadsz, gyomrodból a hideg testedben szétoson, kegyes, kegyetlen sorsodtól még mennyit kapsz, tűnőt számolgatsz, az éveket számolod. Idegben, sejtben szétterjed a dermedés, lesz-e még egy, kettő, három, egy tucat, 20, adatik-e még egyetlen nap? Lesz-e éj még több, vagy végső fagyba bénul most a hús csontjaidon, mert magára hagyott szívet, elmét, a csömörlött álhatatlan lélek. Lesz még napod ismerős, biztos, amit a szív édesnek érez. És átdereng a másik fény, hív már, felizzik a hasító ígéret. Ne félj,
a szél jött be szobámba. Hozzám ő beszél. A szél jött be szobámba, hozzám ő beszél. Útvesztőmbe tőle érkezik a válasz, a levélzizzenés. A régi költő az, akihez a szél szólt egykor, s most ő beszél hozzám, hogy mondatát majd én adjam tovább. Miért is élek? Merre tart ostromlott éltem? Higgadt hideg fejjel ezen tűnődtem a hajnali órán. Kinek, mire szolgál énem, makacs, világvaló énem? Hogyan magyarázzam, ha megkérdi lányom, fiam, miért kell élnie? Miért kell élnem? A szél szólt. Mindezért, hogy részese légy. Így hangzott, valahogy így. Ez elég? Faggattam. Elég? Elég. Álmomban hallom, szöszög, rebeg a levél. Hajnali halászat. 3 óra hajnal. Álmodtam, riadok, indulnék, mint prédára vadállat. Mint ősöm moccanok, talpra pattanok, mintha kezdődne a hajnali halászat, indulnék a csendbe merítve hálót. Padlórecsen, puha neszek, óra ketyeg, a szoba, üvegen át a várost látom, 1000 csillaga lent páratóban rezeg. Háló, halász, csónak, zsákmány, mindez álom. A verő ér lanyhul, ernyed izom ideg, visszavár az ágy, az anya mély meleg. Oldalamra fordulok, merítném hálóm, örök öl hajlékán álmodnék tovább, mintha megválthatnám álmommal a halált. Honkeresők pokla. Mert lennénk bizony formás nyelő, villogó kések. Lennénk égbe emelkedő létrák, teljes rózsa, nedvtől duzzadó gyümölcs. Lennénk átható tekintet, meleg mély szembogár, áttetsző üveggolyó. Lennénk hegyes agyarú dúvat, villám és perzselő tűz. Lennénk szerethető megvalósulás és büszke forma, hogy helyünket elfoglalhassuk egy való világban. Hogy fölvehessük nevünket, hogy névvel lehessünk mindig, hogy névvel szerethessük egymást, a villogó kést, a szökkenő létrát, az átható tekintetet, a tüzet és jeget, de maradtunk megvalósulatlan, sodródó felemásság. Kés amőbák, kard amőbák, létra amőbák, horpat emberfej állatkák, szánkban kiolvasatlan üzenetet író cigaretta vég, lassított vicsorgás, vízbefúló üvöltés, mert vagyunk haldög pillantás,
tétova döfés, súlytalan, szomorú kapkodás, hasznosítható örömök után a felejtés vizében sodródva névtelenül. Maradtunk jövőtlen, hányódó népség Magyarország békés akváriumában. Mert hívjuk bár egymást így és úgy, igazából névtelenek és arctalanok maradtunk a névtelenség és elegyesség öngyűlölő keserűségével, a testvérkannibálság mogorva zsigerörömével. Nem lettünk mezőben sétáló madarak, sem királynői macskák, de még csörtető dúvadak sem. Mert akváriumunk vize hűvös halállal sűrűs, hol tél túlleng a sok elherdált lélek, mert nem hiszünk kezdetben, végben, csak e veszélytelen, szomorú lebegésben, acsargó sodródásban. Mert nem hiszünk eseményben és esélyben, és sóhajtson bár a nép a víz alatt, sóhajukból buborék marad. Holott lennénk, lehetnénk ezüstösen csobbanó felévelés, áttetsző üveggolyó, teljes rózsa, szerelmes megvalósulás, személyes halál és régi módi feltámadás. Kodolányi Gyula akadémikus úr itt van velünk, és a színpadon együtt hallgathattuk végig a verseit, költeményeit. Nem tudom, volt-e már ilyenben rész, hogy színpadról hallgatja a saját munkát? Éppen itten, hasonló körülmények között, és pár éve. A végén megmondom. Az elmúlt években sorra jelentek meg összefoglaló jellegű könyvei. Így 2020-ban a Szavak súlyáról című esszé és beszélgetés gyűjteménye, 2021-ben pedig a Világfa ágain című életinterjú kötete, melyben Csűrös Csilla kérdéseire felelve szinte egy teljes emberöltő, sorsfordító eseményeiről beszél, melyekben ön is például, mint az Antal kormány államtitkára jelentős szerepet vállalt. De ismert, hogy közéleti szerepvállalása nem is ezzel kezdődött, hanem még a 80-as években az I.S. Gyula Csóri Sándor vezette ellenzék egyik tevékeny tagja volt. Sokan feltették gondolom önnek a kérdést, amit most sem úszhat meg, hogy a politikai szerepvállalás hogyan fér össze azzal a fajta lelkülettel, amit az imént is hallhattunk költőként? Hát én úgy érzem mindig, hogy én bennem ez a dolog egész. Nem érzek semmilyen hazadságot. Azt gondolom, hogy a két dolog, a politika meg a költészet, azok tulajdonképpen létmódok és eljárásmódok különbsége, de mögöttük, én azt merem remélni, van egy belső világ, amelyik egy egész. Hát az ember ugye eszmél valamikor életek elején, aztán a tapasztalatok, sejtések nyomán, olvasmányok nyomán kialakul benne egy világ, és aztán, mint költő, ezt megpróbálja megfogalmazni. Az én esetemben én ezt az rendkívül bonyolultságát érzékeltem mindig a létünknek. És természetesen, hogyha jön egy alkalom, hogy az ember részt vegyen a közéletben, a politikában, akkor megpróbál ennek a világnak a szellemében lépni. Tulajdonképpen egy-két sarkalatos pontja van az én belső világomnak, az, hogy szinte végtelenül változatosnak érzem, az, hogy rétegzett a világunk, az, hogy hierarchikus az emberi világ is és a kozmosz is, az, hogy fölfelé kell igazodnunk, az, hogy tulajdonképpen a lét szintjei közt szánkázunk föl alá állandóan életünkben. Néha megtörténnek az extázisnak és a teljesének azok a pillanatai, amikor az Istenivel azonosulni tudunk. Ezek a sarkalatos pontok, és hát természetesen az, hogy szabadok vagyunk, tehát dönthetünk,
hogy hogyan akarunk élni. Ez azt is jelenti, hogy a politikában én azt tudtam elfogadni az olyan gondolatot, amikor fölmerült, amelyik hitt a szabadságban, és egy minél teljesebb emberi lét megvalósításában a nemzet számára is. Ez 86-87-ben jött el, és azt gondolom, hogy ez egy óriási csoda volt számomra, egy óriási ajándéka volt az életemnek. Tehát az, hogy ez megtörtént, és hogy ebben részt vehettem. Egy költő ebben részt tud venni. A Világfa ágain című életinterjú kötetében nagyon fontos dolgokat tudhatunk meg, például korunk angol és észak-amerikai irodalmáról, szellemi művészeti irányzatairól, de a magyar irodalom olyan kiemelkedő alakjairól is, mint például Kodolányi János és I.S. Gyula. Mennyire segítette ennek a könyvnek a megszületését, keletkezését a hiteles tanú felelősség tudata? Ez egy nagyon sokrétű könyv. Szó esik benne azokról a dolgokról is, amiket az előbb említettem, de természetesen szó esik az örökségről is. Ugye az embernek van egy családi öröksége, és ezzel sok mindent kezdhet. Szembefordulhat vele, megtagadhatja, el is fogadhatja és folytathatja, és azt is teheti, hogy folytatja, de a maga módján, a saját személyisége szerint, egy új élethelyzetben, a változó világban. Én merem remélni, hogy ezt az utat meg tudom valósítani. Azonban úgy gondolom, hogy tartozunk is mindazoknak, akiktől kaptunk valamit, tehát akár családtagoknak, szülőknek, mestereknek, mentoroknak, és ki kell mondanunk ezeket a tartozásokat. Miután az ember ennél a helyzetnél fogva az én esetemben, de mások is vannak nyilván így, olyan közelségben és intimitásban élhetett át pillanatokat az említett emberekkel, de akár a könyvemben szereplő, ugye Antal Józseffel, Csóri Sándorral, Mádl Ferenccel és még sorolhatnám. Úgy érzem, hogy ezeket el kell mondanom, hogy a közhelyeket és nagyon gyakran a ferdítéseket le lehessen hántani, hogy ezeknek az embereknek a nagyobb igazságát, a személyiségnek a nagyobb igazságát meg tudja mutatni. És ha már a folytatást említette, engedje meg, hogy a 80. születésnapja alkalmából mindannyiunk nevében szívből gratuláljak eddigi munkásságához, és beszélgetésünk befejezésül föltegyem még a kérdést, hogy mi dolgozik mostanában, mikorra várhatjuk a következő könyvét? Hát azt gondolom, hogy egy nagyon fontos szabály az, hogy ami még nem született meg, arról nem szabad beszélni, de amiről beszélhetek az, hogy reményeim szerint az ősszel lesz egy versgyűjteményem, amelyben az eddigi összes versem benne lesz. Köztük az a néhány vers is, amit az elmúlt 10 évben írtam. Jó dolog lesz ezzel foglalkozni, újra átgondolni, hogy igazából mit is csináltam a költői pályámon, és még mit is csinálhatok meg. És talán ezzel örömet szerzek az olvasóimnak is. Remélem, hogy hamarosan beszámolhatunk majd ezekről az új munkákról is a valóságban. Mindannyiunk nevében nagyon-nagyon boldog születésnapot kívánunk önnek, és sok erőt és kitartást a további munkájához is. Nagyon szépen köszönöm, és főleg köszönöm önöknek a gyönyörű versmondásokat. Köszönöm. Nagy Gábor, József Attila díjas, Balassi Bálint emlékkarddal kitüntetett költő, irodalomtörténész, a Magyar Művészeti Akadémia rendes tagja idén február 11-én ünnepelte az 50. születésnapját. Markáns lírájában épp úgy helye van a szenvedélyes szerelem verseinek, mint az élete fontos helyszíneiről, szereplőiről készült, árnyalt, a humort sem nélkülöző rajzoknak. Hallgassuk meg Nagy Gábor újabb verseiből készült összeállítást Hüvösvölgyi Ildikó, Lux Ádám és Ober Frank Pál előadásában. A művészetről. Barátom, te tudod, pincér vagyok. Vakvágány hivatásosa. Mi végre nyelv nélkülieknek játszani a renegátot? A tus, csalóka optikája a vakoknak mit mond? Ennél még abban is több perspektíva van, hogy hallgatom, miként rikácsol a pultnál pulyka kakas, kappa hangon konyha politizál. Pofaszakkal pedig úgy felesel a Duna TV lenémított főzőműsorával, mintha proféta volna, nem sült bolond.
Ha zárás után fél órával eloldalognak, strandolok, takarítok. A maga módján alkotás ez is. Ugyanúgy földgyújt, letör, megőröl. Járvány. Lehetnék ő felsége pincére, te is tudod. Frakban, cilinderben se csinálnék szomorú bohócot magamból, mint itt, e csehóban, lesni a karanténból szabadult a kényekedvét, szótlanul tűrni, hogy amikor hízelegnek is, de gyors a kezed, Picasso-kám. Pattogok pulttól, teraszig, korsóval, kupicával, számon tartom mindegyikük menüjét, bolondériáját. Született pincér, csak copfja ne volna. Amikor kérnek is, csak annyira vesznek ember számba, mint bárki léhűtőt, okoskodó bonvivánt. Vár-e szót, épp úgy nem ismerik, mint az irgalmat, ha nem közülük való vagy. Film. Előttem billeg bő pizsamában apám. Reszketeg csoszogása olyan, mintha smirgli horzsolná a falat, demens anyám beomlott arccal a hátán fekszik. Ahogy az öreg az ágyához ér, fölszakad belőle pappa. Apám, aki évek óta süket, leereszkedik a paplan mellé, s megnyúlt múmia kezével átkulcsolja anyámét. Tűz és víz volt életük. Apám durvasága gyalulta le anyám rokokó reményeit. Azóta minden délután órákig hallgatnak egymás némaságát. Meghalt Simon Margit. Nem akkor sújt le a gyász, barátom, amikor serénykednek a sírások, döngeti melkasodat a föld, amit billegve a vál vitt, elrandalírozza majd a szív, mert szédülés a gyász, aritmia, könnyű hozzászokni, mellé telepszik, mint a hiány házi állata. Mondják, anyám fiacskája voltam, ha tudnák, anyácskám ő én nekem. Beszélek hozzád a sírnál, megvallak, gyóntatlak. A sorsommal etetlek meg, ostya helyett csócsával, hogy könnyebb legyen lenyelni. Halálhír. Meghalt a papa, mondtam fiamnak, mintha én haltam volna meg ő neki. Most akkor ki is halt meg? Igazán ki a halandó? Dédnagyapám és a macska. Úgy állt az udvaron öreg papa, a terhétől meghajló szilvafa árnyéka mellett, meggörbült háttal, óriás tenyerét nyújtva a föld felé. Cica, cicne, cica! Barátommal zavartan kuncogtunk. Nemrég láttuk Vörös Sándort a tévében. Dédnagyapám pózban kuncsorok bizonyosságért, hogy még elevenek közt van, szólongatja hiába a macskát. Nézik egymást, mozdulatlan, tudván tudva. A másikat is, azok a régi egyiptomiak faragták. Kovász. A konyharuhával betakart kovász az ablakban púposodott, mint egy állat lapult volna a Weidlingban, hallani vélte megdobbanó szívét. A gyúródeszkáról még csipegethettem.
Öreg mama szemet hunyt. A tyúkok az ujjaimból rugózó nyers tésztáért egymást taposták. És én, a kényeztető idomár, számot se vetettem azzal, hogy a ház, az udvar és az ég lakói mind egy kovásszal élnek. Szeretném önöknek bemutatni mai gálaestünk zenei közreműködőit, a Hungarian Folk Embassy-t. Fennállásának 10. évfordulóját tavaly ünneplő együttes olyan kultúrdiplomáciai üzeneteket fogalmaz meg a népzene segítségével, mint a Nemzetek Európája felfogás organikus volta, a közép-európai néplelkek hasonlósága, valamint a magyar-lengyel barátság ereje. A Folk Embassy vezetője, a civil hivatását tekintve lengyel-olasz politikai elemző Rosonczi Kovács Mihály, junior prímadíjas hegedűs. Az elmúlt évtizedben három kontinens, 12 országában koncertező együttes tagjai, Köncei Bálint, Brácsák, Jobbács Bence, Cimbalom, Lakatos Dávid, Bőgő. Az együttes állandó közreműködői Kubinyi Júlia, junior prímadíjas népdalénekes. És Bede Péter, szaxofonos. Napom, napom, fényes napom, süss le rám világoson, süss le rám világoson. Ne csak mindig homályoson, kimegyek a hegy tetőre, annak es a tetejében, onnan nézek hazafelé. Édesanyám hazafelé, s fáj a szívem, nem tagadom, érted fáj, édes angyalom, ne fáj a szívem, nem tagadom, érted fáj, édes angyalom, érted fáj, édes angyalom, kedves gyönyörű virágom. De olyan bánat a szívemen, kétrét hajlott az egeken, de olyan bánat a szívemen, kétrét hajlott az egeken, ha még egyet hajlott volna a szívem, meg is hasadt volna. Thank you.
Lővétei Lázár László, József Attila díjas, Balassi Bálint emlékkarddal kitüntetett költő, műfordító, szerkesztő, a Magyar Művészeti Akadémia levelező tagja és a Digitális Irodalmi Akadémia tagja szintén idén február 2-án töltötte be 50. életévét. Székelyföld szülötte, aki jelenleg is Csíkszentdomonkoson él feleségével és 3 gyermekével. Lövétei Lázár László költészetét a klasszikus versformák játékos kezelése, a mindennapi helyzetekből váratlan távlatokat kibontó szerkesztésmód és a mindenen felülemelkedni képes humor és irónia jellemzi. Hallgassuk meg verseiből készült összeállítást Újhelyi Kinga, Lux Ádám és Óber Frank Pál előadásában. Világtörténet vicc a lányomnak, hogy ne féljen a sötét várostól. Kezdetben csak kővala, s volt egy pici ablaka, spókháló se volt azon a parányi ablakon. Egyszer, hétfő lehetett, az Úristen belesett az ablakon, s a sötét majd kibökte a szemét. Nosz, a gyertyát gyújt hamar, ugyan biza mit akar? S innét már te is tudod a teremtés akciót. Hogy teremtett sok-sok ezt, utána meg sok emeszt, és teremtett lelkeket, és hogy mi vagyunk ezek, és teremtett egy falut, szentdomokos alakút, és persze mást is, várakat s várak alá utakat, és hogy ez a sok-sok út az idők végébe fut, midőn minden kő leszen, no de ne búsulj ezen, kezdetben is kővala, és volt egy pici ablaka, s ha belestünk oda át, láttuk Isten városát. Batyunk, botunk, fegyverünk,
zsörtölődő Rigmus a 80 éves Kányádi Sándornak. Lelket ír, nem cifra szókat. Arany Tompáról, 1847. február 28-án. Ma már elhiszem azt, amit sose hittem, hogy egy perc alatt is elröpülhet innen várlakó és város, medves málnavész is, és nem marad meg semmi, csak a szent poézis. Éppen ezért kéne most a komoly ének, itt, ahol a költők gombamót tenyésznek, hiszen nyelvünk van, de Arany János hol van? Csak üres árnyékát taposnánk a porban, ha nem volnál köztünk 80 éves fejjel, mondván, hogy vigyázzon, aki itt ma versel, mert a szó itt kő, mely oltár is lehetne, ha egy kis aranyrög rejtőzködne benne. És bár anélkül csak kő, annak se utolsó, hanem oltárnak, hát sarokkőnek való. Hallgatlak tehát, és nagy örömnek tartom, hogy éghet előtted magyar költő arcom. Hallgatlak, dúdollak, és nem kívánok szebbet. Áldjon meg az Isten, mint te, ezt a nyelvet. Ködök. A 70 éves Király Lászlónak. Lovasok a sűrű ködben jönnek. Jönnek egyre többen. Így jönnek már sok-sok éve, minden percbe hazaérve. Hideg sárma már a haza, lovuk lába azt dagasztja. Mégis jönnek egyre többen lovasok a sűrű ködben. Lőrinc, Dénes, Dani, Ferenc, ködbe vész a pajta eresz, ködbe vész a kapuzábé, ükapáké, szép apáké. Sár van, köd van, mégis jól van, félszemmel és dadogósan. Ők csak jönnek egyre többen lovasok a sűrű ködben. Aki meghalt, mindig itt van, mondogatom holtomiglan. Aki él még, az megvárja, merre indul lovalába. Sár van, köd van, mégis jól van, mondogatom indulóban. És a sűrű ködök alól, sötét árnyon kilovagol. Requiescat in pace. Idegen város volt a jelennek perce. Arany János. Ha nem félnék, hogy még ilyen se lenne, s még ennyi érdekes se lenne benne az ember élet útjának felén, Isten bizony, hogy újra kezdeném. De vajon mit tudnék csinálni jobban? Vagy akkor is így röhögnék kínomban, esetleg ráncolnám a homlokom, hogy épp ma és épp ilyen helyen lakom, vagy tán a fórumon hordóra állva pogányos átkot szórnék a világra, és kihez szaladnék majd a sok bajommal, hogy oldozzon már föl, de most azonnal. Vagy akkor is ez lenne, ami most van, hogy üldögélni kéne szép nyugodtan az Úrtól várva megváltást, stb. Amíg az ember végül oda jut, hogy a borát a csizma szárba tölti. A 85 esztendeje 1937. május 18-án Tordán született Lászlófi Aladár, József Attila és Kossuth Díjas erdélyi költő, műfordító, a Digitális Irodalmi Akadémia tagja, már 13 éve nincs közöttünk, de nagyformátumú költői munkássága
velünk maradt, ha sajnos nem is ismerjük annyira, mint amennyire megérdemelné. Lászlóffy Aladár életében mindig az erdélyi magyar irodalom középpontjában élt és dolgozott, szerkesztőként, műfordítóként is, és a magyarság sors kérdéseivel vívódó, szarkasztikus, világlátású költészete, de gyermekirodalmi munkássága révén is. Verseit gálaestünkön Hűvösvölgyi Ildikó, Lux Ádám és Óber Frank Pál előadásában hallhatjuk. Nagyobba is lehet, mint tűrni. Megáll az ész a jogon innen, s a jogon túl játszik veled. Eleve ellened szól minden, tovább pusztít a gyűlölet. A természet se hagyja abba, s az ember öli önmagát. Két ilyen front közé szakadva dühöng és harcol a világ. A jövő mordan fenyeget, vagy lehet, hogy mégis menedék. Nekik ki tényleg megriadtak. Egyetlen szelíd szó elég. De köztünk rejtőzik az ordas, ki mindig minden félreért, ki mindig minden félreolvas, s dühe már is a csúcsra ért, kinek lehet, ha engednénk is, hadd lássuk végre, mit akar, ha minden kedvét tölti, mégis ugyanúgy fenyeget a baj. Nagyobba is lehet, mint tűrni más vélemény diadalát. Mégis inkább így elmerülni akar a megveszett világ. Keleti üzenet. Képzeljétek, a Maros parton ma népszámlálást tart az alkony, ősköltők, kelták, longobárdok bemutatnak pár avantgárdot, és persze János, persze Kálmán, új időszámítások álmán végül áthajtja kvadrigáját be aranypetézve a pályát, maga az örök naplemente. Halk lila frontok jönnek szembe, nyugatról száműzött esélyek ide, hol nyersek nyelvek, népek, ahol bármennyi alkony halt el, nem könyvelte másképp a kartel, mint tulajdon piaca vásott pót díszleteit bárhol másutt, export zsonglőrt, kórista népet. A líra mégis tovább élhet. Az Isten is megnyugszik ebben most, öregebben, csendesebben. Végül az estéket leoltván, s végig simít a szélcsapáson, emitt kopott erdélyi bársony, szegény palástja legfőbb foltján. Hajnali part. Várom a csorgó aranyost. Lehet még alig indul most, s lehet már rég elhaladt. Mégis az enyém is maradt. Egy lengő hajszál, postarét, mi nyitja ki a föld szemét? A szív dobog, az óra üt, a lelkem ébred mindenütt. A vizek pislognak előbb, mindennapi tükör előtt a mindenség a helyi kék cseréli csók tekintetét. A barna már egy fát karol, a száradó szagok alól egyszerre állnak talpra és borzonganak, mint egy ölelés. Százezer kukorica szár felől a titkos pókponál, a pirkadó táj idege a szőlőbe rándul bele. Ez most az első őszi szél. Egyetlen vers sor ennyit él. És lüktet már a rózsaszín, a völgy áttetsző hamvain. Ott van a messze. Itt meg én, a születő nap kebelén. Még minden zöldellő arany a forró nap kezében van.
még minden itt átélt idő az első szóra jön elő, s úgy élek benne, tőle most látván a csengő aranyost, mint akit mélyen, csendesen fog át a legszebb szerelem. Irodalmi évfordulókban páratlanul gazdag ez az esztendő. Sok jeles alkotó mellett 2022-ben ünnepeljük Kassák Lajos születésének a 135. évfordulóját is. A felvidéki Érsekújvár szülötte 17 évesen lakatos segédi végzettséggel érkezett Budapestre, és bár évekig gyári munkásként dolgozott, érdeklődése és tehetsége kora ifjúságától a művészetekhez kötötte. Elkötelezett híve lett a század előn Európában kibontakozó avantgárd irányzatoknak, és erős szálak fűzték a szociáldemokratákhoz is. Emiatt szinte egész életében politikai ellenzéknek számított a monarchiában is, a Horthy korszakban is, de a proletár diktatúra évtizedeiben, a Rákosi és a Kádár rendszerben is. Költői, írói, de képzőművészi alkatához is illett ez az ellenzéki attitűd, amit jelentős irodalmi folyóiratai a Ma és a Munka szerkesztőjeként is képviselt. Kései klasszicizáló líra korszakában is szembefordult az akkori szocialista realizmus követelményeivel. Nem csak versei, hanem prózái, regényei is a magyar irodalom örök értékű alkotásai között foglalnak helyet. Hallgassuk most meg Kassák Lajos verseit Hűvös Völgyi Ildikó, Újhelyi Kinga, Lux Ádám és Óber Frank Pál előadásában. Az én madaram. Nem nyitom szét az ujjaimat. Egy madár ül a tenyeremben, elröpülne. Költészetem ez a madár. Őrizzem, mint egyetlen kincsemet. Aggodalmak útközben. Az út, amin tévelygek, semmiből indult, s végtelenbe tart. Zászlóm láthatod a horizonton, amint a viharok hullámain röpköd és csattog vörös szövetje. Megtérnék hozzád, kedves, ha elveszthetném szálló szárnyaim. Le is ülnék házad küszöbére, ha nem lennék fogja önmagamnak, akit magányos sorsa vezérel. Egek felé indultam, mint a zarándok, ha holtra fáradt. És most kérlek, kedvesem, kit szerettem, gondolj rám jó szívvel, ha örökre eltévednék Isten felhői közt. Fanyarkedvel. A rétről jövünk, és szalonnázunk. Az alkonyt harapjuk, és a szellőt. Jó így a gazdának. Kivigyáz ránk, míg a földjét műveljük, de elfordul. Csak kemény ökleit mutogatja, ha alkonyi órán enni kérünk. Vigadjatok, mondja, s háttal fordul, ahogy megindulunk a hegyen át üres tarisznyával, fanyarkedvel, mint akik heverésztek naphosszat, s ezért, ha szólanak, gazdájuktól szidalmat és botot érdemelnek. Eridjetek, mondja, segítsen meg benneteket az Úr, ki velünk van jóban és rosszban, s ha nem gyalázzuk, fénnyel és malasztal telíti meg nyugtalan szívünket, mely különben csak lázadni tud, és elvetemül. A rétről jövünk, és szalonnázunk, az alkonyt harapjuk, és a szellőt.
Ó, végtelen nagy ég, kék arany szem, borulj el fölöttünk mindörökre, kik fázunk s éhezünket ájakon, s mint holdkóros ebek vonyítunk rád. Mindörökre. 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 Sóhajtod akár egy fuvola. Mindörökre az enyém vagy, és én mindörökre a tiéd vagyok. Jó ezt így hinni, de tudni már nem lehet bizonyosan. Az első keresztútnál azt mondod, induljunk erre, én meg a másik irányba mutatok, megmásíthatatlan akarattal. És te vagy az erősebb, elindulsz egyedül, és én látom, hogy egyre távolodsz tőlem. Sem az erdő, sem a hegy nem állja utad, mert te hirtelen szárnyra kapsz, és így szállsz tova az ismert és ismeretlen dolgok felett. Nem a föld vonz téged, hanem az elérhetetlen csillag, a távoli vitorlák, amik a feldúlt tenger szirtjei közt bolyongnak társtalan, és te átlátszó szárnyakkal lebegsz felettük, amíg én hallom, akár egy fuvola dallamát. Mindörökre. Mindörökre. Kísértő múlt. Újból és mindig visszatérek hozzád két pihés karod is. Két piros orcád, mint egy távoli kert nyara él bennem, ahol kivirult legfájóbb szerelmem, és száz szép emlék indája fonja át hajad bronz színét, szád égő vonalát. Várok rád ismét a virágos parkban, jössz majd, és felém mosolyogsz zavartan, és mondod, milyen különös véletlen. Tovább szeretnél menni, és védtelen megállsz előttem. Nem kérdezel semmit, s örülsz, hogy épp most én sem mondok semmit. Ó, felhőtlen ég, kék tavasz felettünk. Ó, friss csókokban visszatért szerelmünk. A forrásnál. Meghalnék, ha mernék. Élnék, ha megengednék. Hol innen, hol túl bolyongok a világban, akár egy bolond, pedig eszemnél vagyok, semmi kétség. Egy pillantás a hídról, egy kiáltás a toronyból. Átok ez a folytonos jövésmenés, összecsuklás, türelmetlenség, valaminek a keresése, ami nincs. Szemem lecsukódása azelőtt, akit szeretek. De ne szánjatok, nem kérek semmit. Saját magam áldozata vagyok, megölöm, és újjászülöm önmagam fáradhatatlanul. De hová jutok így? Érzem, itt valahol csobog a tiszta forrás. Fáradt lábaim, verjetek gyökeret. Egyensúly. Szeretem a fiatalokat, lányokat és fiúkat, testem mohó étvágya nélkül is, tisztaságukért, erejükért, ritmikus mozgásukért, bátor tekintetükért szeretem őket. Az erjedés édes ízeit érzem közelükben, s látom, amint a testük izgalommal és bájjal telik meg. Bennük lobban fel a lázadás tüze, természetes vágya a birtoklásnak. Ha közelednek felém, mélyen a szemükben nézek,
s ha távolodnak, szomorúan utánuk fordulok. De hiába rohannak, nem szakadhatnak el tőlem egészen. Itt tükröződnek a szívemben, nem tévedhetnek ki gondolataim sűrűjéből. Ma, holnap ők lesznek én, és én az ő emlékük leszek. Így van rendjén. Ámen. Kedves közönségünk, gálaestünk első részének befejezéseképpen a szünet előtt a Hungarian Folk Embassy előadásában bonchidai szívdobbanásokat hallhatunk. Thank you.
a harmadot a füvekről, a bárkodról.